Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Vörös Ötös YouTube csatorna. Ricsi vagyok, és csapjunk is bele a mai elég rövid adásba. Csak pár dologról szeretnék igazán beszélni. Az egyik az, hogy lassan úgy néz ki, hogy túléljük ezt az évet, ami hát alapvetően nem benne egy nagy teljesítmény, de így így utólag azért mindenkinek volt a gondolom különböző jellegű megpróbáltatásai, szóval azt kell mondani, hogy ez sajnos szép munka. A, a másik, ami már kicsit tényleg x releváns, hogy az FFG bezárja a, a fórumait, ami, ami úgy meglepő, ugye ennek az egyik oka az lehet, hogy a játékai jó része a Star wars Star Wars-os miniatűr játékokat átadja az Atomic Mass Gamesnek, de azért neki vannak mondjuk egyéb Star Wars-os játékai, például a Star Wars peremvidék, az Outer az az nem, az határozottan nem ilyen jellegű. Ott vannak ugye például a Twilight Imperiumja, ott vannak az Arkham Horror Games-ek kártyában, a, a, maga az Arkham Horror, a Five Rings, Legend of the Five Rings, vagy, vagy milyen neve, Keyforge. Tehát elég sok játéka van, nem csak az x wing körül forog náluk az élet még ha az egyik legjövedelmezőbb eh, üzletük is volt. Ugye például a Kiforcsban sokkal nagyobb eh, haszonkulcsuk van rajta, hogy a saját eh, intellektuális terméküket árulják, mint, mint hogy a Star wars árulják, és visszafizetik, amik kiegérnek az egészet, vagy egy jó részét. Tehát egy csomó játékok marad, aminek vannak eh, lelkes felhasználóik, így számomra nagyon meglepő, hogy ezt eh, miért, hogyan. És, és megmondom őszintén, ez uh, kicsit tapló lépés, tehát extrém mennyiségű topikok uh, vannak ott rengeteg oldallal, tehát nem tudom, mielőtt a Imperial Gambót megjelent előtte, volt már valami 420 oldalas topik, vagy 470 oldalas topik, most olvastam róla, hogy gyorsan az valaki a riválja ki, mert micsoda kincs feszne, hogyha ezt a fórumot csak úgy lezárják. Ez így január első lesz uh, hatályos egyébként, szóval még, még van idő megnézni egy-egy dolgot. Én annyira nem szerettem az FFK s fórumokat, mert szerintem általában a fórumok fölött meg kicsit lejárt az idő, de ezzel együtt, hogy nyújtottak egy szolgáltatást, amit nem hiszem, hogy annyira sokba került. Vagy hát nem hallottam róla, hogy úgy elburjánoztak volna ott a dolgok, hogy annyi moderátort kellett volna ott alkalmazni, hogy emiatt már kezelhetetlen a dolog, és ennek nagy többet költsége van. Nyilván van valami költség egy fórum üzemeltetésének, de azért meg, meg kéne térülnie. Tehát ez, ez, alapvetően van egy ilyen játék, most, azt akkor miért a Redditre kéne rátalálnod, miért a Board Game arena kéne rátalálnod. De én ott a gyártónak egy oldala, hogy ott meg ké, föltehessd a kérdéseidet, és ne a supportnak kéne írogatnod, hogy a szabálykérdésed van, mert az sokkal nagyobb teher lesz nekik. Uh, és most e felé hajlanak, hogy majd a supportnak fognak az emberek kirogatni. akkor itt most a x ben hogyha lefedem a tárcsát, de ha megnézik, nem tudom, kaszian Andorral, akkor utána a felfedésnek számít-e, hogyha utána, amikor majd lépek, egyébként igen, attól még miért számít. Most csak mondtam egyébként viszonylag jogos, komplikált kérdést, ami amíg nem volt bent a fakba konkrétan, addig Addig megosztotta az embereket, tehát egy új játékosban bőven jogosan lehet ez például kérdés. És nem biztos, hogy hallott arról, hogy az gyártó van külön referenz, meg fak, meg eráta, meg akármicsoda, mert az nem magától értetődő. És honnan fogja ezt tudni, hogyha nem a fórumon idegnék, hogy nézd már meg a rúzreferenzt. Ő megvette, nem az alapdoboz van benne egy szabálykészlet. Szóval ez egy ilyen nem szimpatikus lépés. Ugye ezekben a Facebook csoportokban is, ugye, főleg mi magyarok így rákényszerültünk, hogy inkább a Facebookon tegyünk fel szabálykérdéseket egymásnak, mert, mert tehát, de biztos lett volna egy magyar nyelvű ffg fórumot is nyitni, de, de fura lett volna, mert ugye ez nem támogatott nyelv nálunk. Nem tudom, például spanyolul adnak neki dolgokat, vagy de gondolom, hogy a németül adnak ki FFG játékokat, de ugye ott van a, a német kiadónak valami oldala. A Delta Vision fórumjairól az pont tudjuk, hogy milyen jó minőségűek, szóval a Delta, Delta Vision fórumai akkor tovább üzemelnek, mint az FFG-s fórumok. Akkor ebbe gondoljunk bele, hogy ez, ez mennyire, mennyire trükkös. Nem tudom, hogy van egyébként nekik x es fórumjuk. Engem, engem töröltek, amikor feltettem egy-két kérdést, amire nem akartak válaszolni. Na, ilyen ez a show business. Ja, persze meg akarom említeni, hogy tegnapi este folyamán uh, és Virác Krisztián a Crimson Dawn és a másik, a Black Sun Divíziónak, a, csak én Crimson Dawnban voltam, szóval annak a nevét tudom, a Crimson Dawn és a Black Sun Divíziók győzteseiként. ezek ugye az online vassal liga csoportok voltak, megküzdöttek egymással epikus csatába, és ezt közvetítettük több platformon szimultán, Budai Budhamiki a, a Twitch csatornáján, és Rafi pedig még pluszban szakkommentátorkodott. Szóval most azt a meccset érdekes visszanézni. Beszélgettük erről a srácokkal is úgy, hogy kicsit, kicsit feszültek voltak, hogy jaj, ne, most itt közvetítjük, jaj, mi lesz, hát mi lenne semmi, ez egy ugyanolyan meccs, mint máskor, szóval elég sok dolgot kezdtek el elfelejteni, és akkor utána már nagyjából még többet, de volt olyan, amit nekünk is időbe tellett, még rájöttünk, hogy hopp, itt egyébként egy komoly, komoly dolog nem úgy jött létre, hogy kellett volna. Szóval erre csak azt tudom mondani, hogy itt ne érezzék rosszul magukat, hogyha esetleg ezt a vlogot nézik. Ezt ennap is mondtam nekik, hogy ne érezzék rosszul magukat. Én is tökre emlékszem, amikor először voltam streamen, és hát én is szétizgultam, azt nem tudom, hogy, megy, hogy konkrét mechanikai hibákat mennyit csináltam, de hogy szarul repültem, az, 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 az hétszentség. a szétszentség. Ez Krakóba volt, akkor még itthon nem közvetítettünk, szerintem 17-ben, 17 januárban akkor még nem üzemeltük be szerintem itthon a, a videóadásokat. És a legszebb az egészben egyébként kiderült, hogy nem is működött a, a stream. Tehát nem, első meccsre oda hívtak, a OJ Hemings ellen játszott, ami egy híresebb angol játékos. Nem tudom mostanában mennyit játszik, de úgy 17-18-ban azért ismerték az angolok a nevét. Még én is ismertem a nevét valahonnan. És akkor problémás volt, mert akkor hol ment a dolog, hol nem ment a dolog. akkor mondták, hogy dobjunk a Dicecam előtt egy külön dobozba dakkat, meg olyan magasan volt, hogy azt meg mi nem láttuk, még volt pluszban egy csomó fény, amit, amit meg zavaró volt, és akkor mint hogy háromszor fogtunk kezet a meccs elején, mert mindig, hogy na, bocs, akkor, most indul a stream, akkor, akkor fogjatok kezet, oké. És akkor még, fogjat, fogjatok kezet, mert most indult a stream, jó, oké, akkor még eddig mégsem ment a stream, na most indult a stream, fogjatok kezet, és így eléggé kizökkentették az embert, jaj, nem, most majd nézik otthon, hogy hogy, hogy játszok, akkor itt most bravúrozni kell, mit gondolnak majd a barátok, hogy a rosszul repülök. És én extrém módon minden lehetőséget túlkombinálva, hogy itt majd ki mit fog csinálni, az ellenféltől csináltam a hülyeségemet, és csak az ellenfélben ment előre egyet, ilyen rakétes volt, ezt, ezt, ezt K2 Security Droid, Homing, Forlum, Zokus, stb. és akkor az öt életes korent egy négy, torpedóval, vagy rakétával Homing viszont jön le, kilőtte, hogy kell. Uh, szóval azt, azt, nem élveztem azt a, a streamet. Uh, vagy úgy határeset. Van egy ilyen, most hülye hangzik, hogy ezt mondom, de stream szülesség. Uh, valamiért az emberek mindenki gyakorlatilag, hogy hú, ezt most fölvesszük. Úgy gondolja, hogy ez most más. De egy technika lenne, nem ugyanazt a játékot kéne játszani. Szerintem az emberek 99%-ának ezzel együtt zavart okoz elsőre. Ez, szóval ez most kicsit érződött a srácokon, hogy számokra is ez most új helyzet volt. Ennek, ennek betudhatjuk. Mind, a kettőjükkel játszottam a, a elmúlt pár hónapban, szóval tudom, hogy mindenki egy jó pilóta. A, a meccs egyébként így is érdekes volt, izgalmas, szóval ajánlom a, a megnézést, de azért, azért látszik, hogy itt voltak, voltak kihagyott uh, triggerek. Te, te elfelejtett lövések, amikor már tovább ment a játék, már úgy már, már tárcsáztak, meg ilyesmi. Szóval, szóval kicsit, 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 kicsit szétszortak voltak, de ezzel együtt, ezzel együtt is szeretjük őket, szóval Hogyha jövőre is ők játszák a döntőt, akkor, akkor majd akkor egy kicsit összeszedett a mérkőzés várunk tőlük, egyébként teljesen rendben volt. Tényleg csak olyan tudom a mérkőzést, végig kommentálni izgalmas volt, na ez most mi lesz, mit fognak lépni, ki merre megy, hogyan. Nem sikerült mindig mindent uh, uh, megtippelni, tehát voltak érdekes döntések, és nem is azért érdekesek, mert nagyon rosszak voltak, hanem kicsit váratlanak. Uh, Na akkor ennyit akartam nagyjából mondani. Hogy ezen a héten kivételesen nem fél órás adás érkezik, hanem csak ilyen kis 10 perces. Kellemes ünnepeket mindenkinek, de addig is, amíg nem találkozunk, addig a vörösötes készenlétben.